Sziasztok! Üdvözlök innen mindenki Somoské Újfaludon. Ismét egy vonalbejárás lesz, mégpedig az Eresztvényi kőszállító bányavasutat fogom bejárni. Aminek itt lehetett a végállomása valahol terszerint, és szerintem ez lehetett az átlapója. Tehát innen a nagyvasútól vezetett ide egy iparvágány, de onnan fent célponton ezt még meg fogom nézni. És valahol itt volt egyébként a kisvasútnak a fűtőháza is. Hát, ezek közül az épületek közül még lehet, hogy valamelyik az volt. Mindjárt megnézem közelebbről, mert szerintem itt a lakodóba is, hát ebbe a oldal lakodóba még mint a kisvasút is így szállak lennének. Sőt, ott van egy régi vágányzáró sorompónak a maradványa is. Tehát ezt nézzétek, ez bizony. Kisvasúti sínszál, kisi sín, és itt lehetett a vágányzáró sorompó, és igen, és itt volt a kisvasút átlakója, mert az itt erre felállt. A Baross Gábor utcába egyel arrébb kell menni, ott tudok rámenni a vonalra. Igen, majd arra fel fogom bejárni. És ugye egyszer már voltam itt, akkor csak az alagutat néztem meg, ami megmaradt még ebből a kisvasútból. De most megpróbál a Keresztvényig elmenni, és visszafele pedig Salgótarján fele kell. Úgyhogy ha belefér az időbe, akkor még a Salgóbányai fogaskerekű vasút is meg lesz. De ugye akkor haladjunk amarra, mert valahol arrafele ment a kisvasút. Ugye itt. Íves, és ott a Baross Gábor, a mostani Baross Gábor utcára fordult rá. Na szóval a kisvasút az valahol arrafele jött, és nem pont itt a földút helyén, hanem mindjárt mutatom, itt valahol mellette ment. Szóval a történetéről gyorsan csak annyit, hogy a 1870-es évek környékén, mikor ott megnyílt a Eresztvény környékén egy szénbánya, ahhoz építették ki először, de aztán olyan 1900-as évek, hát olyan eleje közepe környékén az a bánya az már bezárt, és akkor utána nem is használták egy darab a kis vasutat, sőt aztán egy részét fel is szedték, de 1910-ben már bazaltkőbányázás céljából tovább építették Eresztvény fele, meg ott több kiágazó szárnyvonala is volt, és akkor ismét üzembe helyezték. És ami érdekessége, hogy volt egy alagút is a kisvasúton, így a 20-as meg a 21-es szelvénybe, és egy picivel arrébb volt egy viadukt is, még 1870 környékén építettek, viszont az 1930-ban leomlott, és nem építették újra, hanem azt a völgyet megkerülve egy új nyomvonalat vittek. És a viaduktól azt nem egyáltalán egy fénykép maradt fent, ezt majd be fogom ide vágni. Na majd keresek térképet is a fentről.hu-ról. És egyébként ez a kisvasút, ez csak teherszállítás céljára üzemelt. Bár voltak rá kísérletek, illetve mert többször is kérvényezték, mert az 50-es években is a eresztvényiek, meg a somoskőiek, hogy hadd utazhassanak vele, meg főleg a bányába dolgozó munkások, de nem hagyták jó, vagy az 50-es évek közepek környékén már nagyon elavult volt a felépítménye, és sürgős felújítás kellett volna, gondolom nem merték bevállalni azt, hogy személyszállításra is használják. Aztán végül 1965 környékén fel is szedték, akkor dőlt el végleges, hogy nem lesz felújítva. Egyébként még 1964-ben is még tervek készültek rá, hogy felújítás kap, és ugyanakkor teherszállításra már nem kellett használni, de hogy úttörő vasútként hasznosítani fogják a kisvasutat, és ez se történt meg. Hát mondjuk, már megint elég ködös idő van, azt nézem, és hát ugye tegnap esett az esély, úgyhogy van egy kis hocsolya is, de hát nem baj, valahogyan csak eljut a Keresztvényig. És akkor valahol erre feljött a kisvasút, és valahol itt már, ugye azon a földúton, tovább, ahol ugye mi is tudunk haladni, és egyébként itt egy piros turista jelzés is van. Tehát ebből a Eresztvényig el lehet itt menni. És ez már az egykori kisvasút nyomvonal, itt lesz valahol az alagút. Aztán egy néhány száz méterrel odébb. Ez a sorompó zárja le az autóforgalmat, és még ez is kisvasúti sínből van. És erre fele tovább, na itt vezetett a kisvasút, mert megyünk az alagút fele. És itt van az alagút, vagy ahogy kisvasút életében nevezték Dunnel. Hát látszik ott a másik oldala. Hát igen, ez egy egyenes alagút. Hát ennyi maradt nagyjából a kisvasútból. És itt vagyunk az alagút másik végén. Hát nem semmi.
Akkor megyünk majd tovább, megkeresem még a Völgyhídnak a maradványait. De meg a mostani nyomvonal az már nem ott megy, de valahol talán még látszik a töltésnek az a része, amíg felfele ment a Völgyhídra. Térkép szerint itt kell lenni egy olyan 600 méterre, de majd mindjárt azt is megnézem. És egyébként elkezdtem elkérni az eső, hát ez nagyon nem hiányzott most. De az annyira még nem esik, hogy ebből baj legyen. És akkor én jöttünk, és itt van a töltés, ami egykor a viadukra vezetett, és itt volt a viadukt, ami összeomlott. Szóval 1930-ban történt egy olyan baleset, hogy leszakadt a viadukt, és bezuhant itt a vonat ebbe a völgybe, és aztán később nem is építették újra, sőt az is kiderült, hogy a kőpillérek belül üregesek voltak, és ezért így az évek folyamán a vonatok által keltett vezgéstől szakadhatott le. És igazából akkor csinálták ezt a kerülő útvonalat. Tehát, hogy itt ment akkor a kisvasút, egyébként szerintem az a viaduknak egy pillérje még, ami megmaradt, és ugye ezen a völgyön keresztül, és inkább építettek ide egy töltést, és itt vitték el kerülő úton. Hát lehet, hogy az még a viadukthoz tartozott egykor. És egyébként egyetlen egy kép maradt fent róla, azt majd bevágom ide. Kisvasút.hu megtalálható. Na. És akkor erről jöttünk, itt a kisvasút egykori töltés, egyébként ott látszik, hogy ez a piros jelzésű turistaút. Azt hiszem a piros jelzés azt jelenti, hogy a legnehezebb turistaút, de hát eddig nem tűnt olyan nehéznek. Hát igaz, hogy emelkedő, meg az aplat, az főleg biciklivel fölfele azért volt éppen emelkedő, de hát most, hogyha nagyon meredek az emelkedő, akkor tolom. Majd visszafele, amikor lejtmenetbe kell menni, akkor jó fog jönni, hogy hoztam a biciklit is. De látjátok, itt vezet a töltés. És egykor itt jártak a kőszállító vonatok. És jól emlékszem, 1948-ban történt itt egy büntény is. Amikor a bányába vitték föl a fizetését a bányászoknak, tehát itt vagy pénzszállító vonat volt, és hát a szokásos tehervonatnál akkor ugye vitték föl, nagy pénzes zsákokba, ugye akkor még az volt a dolgozó fizetését, és itt valahol, itt az alagút környékén történt, itt az alagút után aztán még valamivel, lehet, hogy pont itt, de hát ez erről az írás nem szól, hogy itt banditák kidöntöttek fákat a sinekre, ugye megállásra kényszerítve a vonatot, aztán lerohanták és elvitték a pénzt. De utána, hát elég amatőrök lehettek, mert elfogták őket pár napon belül. Szóval itt ilyen is történik. És egyébként nagyon szép erdei környék. Már ezért is megérte ide kijönni. Hát, ha még nem szemelt kijönne az eső, de hát addig, amíg nem kezd rá jobban, ez még igazából vállalható. Hát, hogy csak egy picit szemelt kijön. Ezzel még úgy együtt lehet élni. Szóval ezt nézzétek, ott van. Ott leírt egy kunkort, és utána megy eresztvényre, ja, közben csoportcseten írogatnak rám, de az most nem érdekes. És itt van eresztvény. És volt egy szájvonal, amelyik Somos kőfele is felment. Valahol errefele. Na, azt én megpróbálom megkeresni. És egyébként itt vagyunk pont a huroknak a kezdetén, úgymond. Na, ezt nézzétek. Itt vagyunk a hurok végén már. És tovább a töltésen. Nézzem, elég magasra sikerült feljönni. És itt errefele tovább. Na, azt nézzétek. Még mindig a vasúti töltés. És azt hiszem, hogy itt még lesz egy kanyar, és aztán utána már eresztvényen vagyunk. És errefele ment tovább egy korona kis vasút. Hát, valószínűleg akkor még nem volt itt ez a szilárd burkolatú út, és ennek a helyén. De hamarosan elérkezünk a végállomásig. És ezen az úton jött tovább. Vagyis hát itt előjött. És így fordult el, errefele. És ott a hármas út kereszteződésben ott volt a végállomás. És immár eresztvény végállomás. Hát valahol itt volt a kisvasútnak a végállomása, és ment egy szányvonal a Somoskő fele. Itt a Petőfi sétánynak hívják, de itt ment föl. Ja, most ameddig lehet, még elmegyek itt ezen. És az betonút is van, úgyhogy nem is lesz nehéz. És Somoskőnél még a határon is átment az egyik szányvonal.
Hát ameddig lehet elmegyek, bár szerintem innen már nem fogok találni semmit, ami a kisvasútra emlékeztet. De hát azért miért ne? Ha már itt vagyok, akkor miért ne menjek el még erre is. Ezt nézzétek, itt ment egykor a kisvasút. Ez a somoskői szárnyvonal. És erre fele tovább. Az előbb láttam egy turista jelzést, hogy 700 méterre van Somoskő. Hát erre fele kell tovább menni. Van egy-két tankcsapda az úton, de egyébként járható. Hát előjöttem, és ugye itt vezet a turista út, és itt van a jelzés is, hogy 0,2 km a buszforduló, és 0,6-ra Somoskővára, viszont egykor a kisvasút az itt ment tovább, ez a Petőfi sétány, tehát én viszont itt megyek tovább. És majd innen lehet egyébként, de egyébként egy kis kerülővel, de ugyanoda megy. Tovább a kisvasút nyomvonalán, errefele. Mi hamarosan Somoskő. És akkor erről jöttünk. És egykoron itt ment a Partizánok útja mellett a kisvasút, viszont volt egy kiágazó szárnyvonal az egyik bányába, amelyik ezen az úton ment fölfele. Ez a Kőbánya utca. Hát ezen most nem megyek végig, mert körülbelül néhány száz méter, és akkor így betolkodik egy Kőbányába, és ennyi. Bár mondjuk akár végig is mehetnék, mert igazából nincs messze, de szerintem sok értelme nincsen, úgyhogy ezt most kihagyom. És akkor megyek majd tovább errefele. És akkor elmegyek Somoskőre, és akkor onnan meg már csak visszafele tudok menni. Ezt nézzétek, hát itt van, akkor mégiscsak feljöttem itt a szárnyvonalig. Hát itt jött a vasút. És látjátok, az út az tovább kanyarodik, és akkor ott van a végén a bánya, amivel bevezeted. A kisvasút, az, hogyha itt jobban megnézitek, itt vagyunk most, tehát itt ment tovább erre. Úgyhogy ennyi, hát innestől már bejárva ezen az úton már felesleges végig menni, innen visszafordulok, és ugye utatom, hogy hova kell visszamenni. Na. Hát itt volt a kiágazás. És akkor itt a Partizánok útján, és itt van még egy Kőbánya út. Csak ide nem, szerintem már nem vezet út, nem tudok kimenni, de azért megnézem, hogyha van valami út, akkor itt a határig el tudok jönni körülbelül. Aztán még ennyi van hátra. És ez már a másik szárnyvonal. Hát itt, na, gyermek, csak mutassam. Na, ezt nézzétek. Itt jött a kisvasút. A kőbányai szárnyvonal, és valahol ugye itt ment tovább erre, de ez már itt magánterület, úgyhogy erre nem tudok már tovább menni. Meg megpróbálok erre elmenni, de nem tudom, hogy ez Zsák utca vagy sem. Ha más nem, akkor vissza kell menni arra, amerről jöttem. De itt megpróbálok átvágni, mert ott van egy jó Somoskőre. Azt jelzi legalábbis a térkép, hogy ha itt eddig az útig eljutok, akkor ott vissza tudok menni a faluba. Megpróbálom, mert ez körülbelül, hát egy 100 métert ír a térkép, tehát az még ha vissza kell jönni, akkor se olyan. Ezt nézzétek, itt van a határ. Egy határkő, még egy határkő, de hát most már átjöttem Szlovákiába. Ugye gondolom arra is lesz még egy pár. Ja nem, ott van a következő. Egyébként a vasút az nem erre ment valaha, hanem egy picit arrébb, de itt lehetne átmenni a határon, csak ugye sok értelme nincsen, meg hát ezt nézzétek. Se autóval, se gyalog, se biciklivel, sem motorral nem lehet menni, úgyhogy mivel én most biciklivel jöttem, azt nem akarom itt, de egyébként gyalog se lehet menni, úgyhogy itt nem tudom, akkor minek van ez itt ez az út. De... ezen csak légdeszkával lebegve lehet menni, vagy nem tudom. Mi az, amikor se nem biciklizel, se nem gyalogol, se nem autóval mész. Viszont akkor ezt a sorompót akár le is zárhatnák. De amúgy nézzétek meg, hiányzik a fele. Tehát neki támasztottam a biciklit a sorompónak, tehát igazából itt volt ez a sorompó egykoron. És csak ennyi maradt meg belőle. Valószínűleg elég régi szerkezet ez már. Ebbe is van ragadva. Mert én most lezárnám az országot ebből az irányból. De nem, tehát akkor szerintem most visszamegyek Somoskőre. Megpróbálok itt majd visszamenni a faluba. Azon az úton, és akkor nem értek, nem kell visszamenni, kerülve arra, mert jöttem. És azt nézzétek, és ott van még egy határkő, csak az...
Hát kicsit már messzebb van, de ott van. És ugye most látjátok, most pont a határon állok így, tehát egyik lábam már Szlovákiában van, de hát Schengeni ország, itt át lehet menni. És hát ugye megpróbálok azon az úton elmenni, mert térkép szerint az visszavezet Somoskőre, és utána vissza tudok menni Eresztvényre, Eresztvényről meg Salgóbányába, és onnan keresztül Salgótarjánba. Viszont Salgóbánya meg Salgótarján között azon az útvonalon kell menjek majd, ahol az egykori fogaskerekű vasút volt. Úgyhogy lehet, hogy már besötétedik, mire odaérek, és akkor arról nem lesz videó, viszont a nyomvonalon végig fogok menni. Aztán majd legközelebb világosba visszajövve azt megcsinálom úgy is, hogy le is tudjam videózni. Hát ha meg még alkalmas lesz az idő, akkor le is videóznám. De egyébként nézzetek meg, köd van, tehát itt most az eső eláll, de leszállt a köd. Tehát látótávolság az ennyi. És már a Veszvényt is elhagyva, végül sikerült bejárni az egykori kővasút nyomvonalát. Most már Salgóbányán keresztül, Salgótarján, és onnan haza. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna. Itt volt egy durva emelkedő, de most már úgy látom, hogy ha nem is lejt, de legalább nem emelkedik tovább. Innen már jobban tudok haladni. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Majd ha jó esetben lesz még egy videó a fogaskerekű nyomvonaláról, mert arra fele kell visszamenni Salgótarjánba. Úgyhogy ameddig nem sötétedik be, addig nyilván ott is fogok filmezni. De az majd egy másik videó lesz. Sziasztok!